Nagyon sűrű programja volt januárban, mindjárt az év elején, Knokk Viktornak, a Pécsi Korcsolyázó Sportegyesület versenyzőjének. Három nagy versenyen is kellett indulnia, pontosabban indult, és hát eléggé vegyes érzelmekkel jött haza, gondolom én. Kérdésem az, hogy menjünk sorban, jó? Tehát volt egyszer egy országos rövidpályás gyorskorcsolya bajnokság Budapesten. Igen. Hogy sikerült ott az a verseny? Az felnőtt bajnokság volt, megnyertem. Elég jó formát mutattam, mind a három távot sikerült megnyerni, ami talán azért volt nagy szó az esetemben, mert az 500 az nem szokott sikerülni jól, a rövid táv mindig is a gyengém volt, de itt azt is sikerült megnyernem, úgyhogy összetettbe is én lettem a bajnok. Tehát a junior VB-re úgy jutottam, hogy jó formában éreztem magam, és önbizalmam is volt. Mi történt Olaszországban, ugye? Ott igen, Olaszország Bolzánban volt. Az jól sikerült. Hát a szereplésből talán csak a döntő hiányzott. Mind a három távon elődöntőben voltam. Két hetedik és egy kilencedik helye jöttem haza. Az elődöntőig aránylag simán el tudtam jutni. Ott viszont nagyon sűrű volt a mezőn, tehát ott a három koreaiak, kínaiak, kanadaiak, amerikaiakkal nagyon-nagyon sűrű volt, és onnan már nagyon nehéz volt tovább jutni. Nem is sikerült sajnos. 500, 1000 és 1500 méter, ugye erről beszélünk tulajdonképpen, igen, mikor azt mondjuk, hogy a három táv. Muszáj mind a három távon indulnod, vagy kellett? Itt összetettet díjaznak a végén, tehát mind a három távon el kell indulni, nem lehet olyat csinálni, hogy csak két távon indul az ember. De hát ugye azt mondtad, hogy az 500 az nem igazából kedvelt számot, hogy úgy mondjam. Igen, de jól sikerült innen az 500 méter is aránylag. Kik voltak a legnagyobb ellenfelek, mondtál itt már koreait is. Hát, maradt az ázsiai fölény? Maradt mindenképpen, három koreai végzett az első három helyen is összetettbe. Utána kanadai, amerikai, passz, még egy amerikai, kínai, tehát ott az ázsiaiak és a tengeren túliak, mint általában. Voltak egyáltalán európaiak? Be tudtak ékelődni ebbe a tengeren túli hegemóniába? Nem, az összetett nyolcadik helyemben én voltam tizedik. Te voltál a legjobb európai? Tehát összetett tizedik helyemben én számítottam a legjobb európainak a férfi mezőnyben. Miben jobbak ők? Tehát hogyha most egy picit azt elemeznénk, hogy fizikai adottságban, vagy a felszerelésük jobb, vagy mi az, ami dönthet? Hát talán edzésszám például. Hát talán az, hogy ott az általános iskolákban minden embert, minden gyerek átesik egy ilyen teszten, átvizsgáláson. Tehát mondjuk Koreában. Hogy, igen, hogy ki az, aki alkalmas lenne erre a sportra. Tehát ugyan nem nagy ország, de mivel az összes gyereket megszűrik, így nagyon jó arányban megtalálják a tehetséges sportolókat. Nem úgy Magyarországon, ahol mondjuk van utánpótláskorú versenyző, fiatalabb korcsoportokban mondjuk maximum 40-50. Ott van több ezer, és azokból jönnek elő az a 4-5, akik részt vesznek egy ilyen nagy versenyen. Ez lehet a nagy előnyük. Következett a felnőtt Európa-bajnokság, ugye Ventspilsben, ez Lettországban van. Hát ide milyen előjelekkel utaztál, Viktor, mert én beszéltem ifjú Telekdi Attilával, aki most sajnos nincs itt, de hogyha egyszer hazaérkezik, akkor őt is vendégül látjuk. Egy fél órát beszéltünk telefonon, ugye? És hát ő sok mindent mondott, azt is mondta, hogy talán azzal a reménnyel utaztál ide a felnőtt Európa-bajnokság, hogy lehet javítani a világkupa után. Volt ilyen érzésed? Hát mindenképpen úgy éreztem, hogy nem vagyok rossz formában, tehát jó formában éreztem magam, az edzések is aránylag jól mentek előtte. A jég az ugyan elég rossz volt, ami nekem nem túl kedvező, mert ilyen puha volt a jég, tehát nagyon mélyre elsüppett benne a korcsolya pengéje. Az inkább azoknak az embereknek volt kedvező, akik erőből mennek. Én viszont inkább technikás versenyzőnek számítok, tehát ez nekem egy kicsit hátrány volt, de ez nem mindig jön elő a versenyeken. Volt kizárásod, volt kilöktek, ugye elég mozgalmas is voltam. Hát volt minden. Hát 1500 méteren az első futamból a selejtezőből úgy jutottam tovább, hogy tovább juttattak, mert megkönnyököltek. Ez azt jelenti, hogy szabályosan beléd könyökölve hát, ki? Hát megkönyököltek véletlenül, tehát nem is zárták ki az elkövetőt, ez is egy érdekes bírói döntés egyébként, de ez is elfogadható volt, hogy nem direkt könyökölt, hiszen mögötte voltam, nem látott, de én viszont ritmust vesztettem, és helyezést is vesztettem, emiatt úgyhogy onnan is tovább juttattak.
Utána jött az elődöntő, ott hát ugye 13 és fél kör az 1500 méter. A második, harmadik körben járhattunk, amikor próbáltam kívülről előre menni, megelőzni a mezőnyt, hogy előre kerüljek. És bent volt egy előzés belső íven, és elesett a holland gyerek, és hát elkaszált gyakorlatilag, tehát esélyem nem volt talpon maradni. Tehát mondjuk nem volt szándékos ez a dolog nyilván, ahogy ő esett úgy. Nem, ő előzött egy orosz korcsolyást, és összeütköztek, és belesett. Tehát ez teljesen rajtam kívülállókok miatt esett el. És hát ott második helyen voltam gyakorlatilag már, amikor jöttem föl, tehát továbbjutó helyen, így a szabályok szerint elvileg tovább kellett volna juttatni a döntőbe. Hát ez nem következett be, tehát simán kiestem gyakorlatilag. Magyar versenybíró volt egyébként, magyar volt a főbíró. A szüleim beszéltek vele, és annyi volt az indoklás, amiért nem jutott tovább, hogy az előző körön már tovább juttattak. Ez egy kicsit furcsa. Hát ilyen nem lehet, mert külön kéne elbírálni a több, az összes utamot, tehát nem lehet ilyet összevonni. Mondjuk versenybírótól nem várna ezt az ember, bár igazából nem tisztem ezt megítélni. Mennyi lettél összetettben? Összetettben 18. helyen végeztem. Most ezzel semmi esetre sem vagy elégedett, de hogyha annak tükrében, hogy te junior korú vagy, mégis felnőtt viadalon szerepeltél, akkor sem vagy elégedett? Hát nem lehetek elégedett, hiszen tavaly 6. voltam. Uh-huh. Na most Attila, ráhivatkozom, biztos, hogy nem fog megharagudni. Ugye azt mondta, hogy két dologot lát ő ebben. Egyrészt a lelki felkészülés nem volt talán megfelelő, tehát jobb lett volna egy picit jobban rákészülni erre lelkileg és pszichésen. Nem tudom, ehhez mi a véleményed? Hát passzos, de ez nem tudok mit mondani igazából. Vagy nyilván megbeszéltek, vagy már meg is beszéltétek, gondolom. A másik pedig, hogy taktikailag is lehetett volna talán mást választani adott pillanatban. Ezt hogy látod? Hát taktikailag az 1000 métert szúrtam el. Tehát ott a saját hívámból estem ki. Nagyon rosszul jöttem el a rajtól, és az 1000 méter is most már kicsit hasonló az 500-hoz, tehát nagyon nehéz előzni. És kívülről próbáltam meg előre menni, és nem engedtek be sehova. Érelni nem tudtam, mert ahhoz nem volt elég a sebességem, és botlottam is külső íven. Úgyhogy gyakorlatilag mentem egy 3 kört külső íven, ami ugye jóval hosszabb utat tette meg, mint a többiek. És nagyon elfáradtam, és nem is tudtam beleszólni már a futamba. Hát itt lehetett volna esetleg bejönni talán? Hát a rajtól kellett volna jobban eljönni, vagy pedig meg kellett volna várni, még a többiek is elfáradnak beállni. A harmadik helyre lehet volna lehetőségem. Tehát onnan is indultam el egyszer. Ott talán várni kellett volna, hogy legyen valami. Hát Viktor, tudod, utólag mindenki okos, én is, ugye, és jókat próbálok itt kérdezni tőled, de én azt mondom, hogy lesz ez még jobb is. Reméljük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen.